Itt már bosszankodni sem lehet. Hát ez nem olyan nagy baj. Vagy hiányzik? Hát, egy kicsit. De itt a tárlókkal nem ordítozhatok. Régi szép idők, amikor sorban álltunk a húspultnál, ott minden mérgemet kiadhattam. Hát most már bevallhatom, hogy nagyon haragudtam miatta. Én is szégyeltem. De ami bosszantó eset napközben felhúzott, azt vásárláskor itt boldogan kiadtam magamból. Innen mindig lehiggadva mentem el. Most kereshetek új helyet. Biztos talál. Madaras úr kéri, hogy legyen szíves hátrafáradni hozzá az irodába. Megyek. Hát minden jót. Remélem, akkor is nálunk vásárol majd, ha nincs kivel kiabálni. Laci, légy szíves, jó? Minden jót. Viszont. Mi a baj, Bandikám? Megzavarodtam. Nézz el engem, én. Itt van ez az ív, ezen nincs. Pedig biztos, hogy én beírtam azt a tételt, ami ma érkezett. Hol a szállítólevél? Tessék. Össze-vissza nyomogattam a számítógépet, de én már nem találok rajta semmit. Jó, akkor maradjon itt, rögtön megnézem. Jó, várjon. Jó. Bandikám! Bandikám, ez teljesen rendben van. Hogy? Hát bevételezte, ami jött, és rajta van az új rendelés is. Azt meg nekem néni honnan tudja, még nem is jártam folyamra. Hát előtanulmányokat folytattam, Bandikám, mint magántanuló. Azt nem tudom, hogy mit csinálok, azt nem értem, de azt tudom, hogy mit kell megnyomni, és mikor. Ez is valami. Fantasztikus. Ez nem annyi. Számolja csak meg még egyszer. Ez felháborító. Felháborító. Nem mondom meg, hogy mennyi jár vissza. Számolja csak meg még egyszer. Talán egy ilyen volt pénztáránál már nem illik csalni. Mi a baj? Be akar csapni itt a számla kezemben. Mennyi van maga szerint rajta? 1575 forint a számla. Adtam 2000-et. Mennyi jár akkor vissza? 425 forint. És mennyi ez, amit visszaadott? 100, 200, igen. 300, a 250-essel együtt 400, 20 és 5 forint. Hol itt a becsapás? És ki csali? Összetapadt 250-es, azt tévesztett meg. Én tévedtem, bocsánatot kérek, nem csalt senki. Addig ügyeskedett, míg csak talált módot arra, hogy ordíthasson. Viszontlátásra. Kezit csókolom. Ez még itt is találok ott a balhéra? Ez nála alkati kérdés.